Köszöntjük Önöket! Kulturális műsorunk első részében a Nemzeti Színházba látogatunk el. A Viktor Rizsakov által rendezett éjjeli menedékhely fotós próbáján jártunk. Nincs menedék! Egyedül van az ember, teljesen egyedül! Nincs segítség! Az éjjeli menedékhely a lét perifériájára sodródott, lepusztult emberek története, akik kilátástalanul egy pincehelyiségben tengetik életüket. Azért játsszuk el Gorki drámáját, hogy felszabaduljunk, hogy megmentsük magunkat, amiért a hívő ember imádkozik, azért játszunk mi is. És hogy a világról alkotott, eltorzított képet ismét valódivá, reálissá tegyük. Nyilatkozta a Nemzeti Magazinnak az éjjeli menedékhely rendezője, Viktor Rizsakov, a Stanislavski által alapított Moszkvai Művészszínház rendezője és színész pedagógusa, a Meyerhold Művészeti Központ igazgatója. A sajtó képviselőinek szervezett bemutató fotós próba után a rendezésről is beszélgettünk a Medvegyevet alakító Szarvas Józseffel. Téged, mintha nem ismernél! Miért? A többi embert ismered? A körzetemben mindenkit ismered! Hogy jött a színházunkban egy szenzációs színészpedagógus, Viktor Rizsakov. Vele eltölteni ezt a egy-másfél hónapot, tavaszi előmunkálatokkal kettőt, az maga volt a szakmai mámor. Egy olyan fajta színészpedagógiai módszerrel élt, amellyel én utoljára főiskolán találkoztam. Ennek a módszernek a gyökere az egészen Stanislavskiig nyúlik vissza, amikor is az embert, a színészt arra próbálja meg rábírni, a rendező vagy a pedagógus, hogy légy ott fönn a színpadon te. Meg te. Rizsakov arra törekszik, hogy bontsuk le ezt a falat, amelyik a nézőtér és a színpad között van, és én mondjak el egy történetet neked. Ez én szerintem ez a legnehezebb a nézőnek is, meg a színésznek is. Ez a fajta könnyűség, ez a fajta egyszerűség, a színházak ezt a fajta varázsát előállítani színésznek és közönségnek a legnehezebb. De ha el sikerül, akkor csoda tud történni a színházban. A színészek többek között Rokán Nóra, Szűcs Nelli, Tompos Kátya, Tóth Augusta, Trél Zsolt fehér ruhában, fehérre festett arccal játszanak. Mindenkinél egy fekete, embernagyságú báb van, amit szinte folyamatosan magukkal cipelnek. A bábok azok mi vagyunk, a bábok azok én vagyok, a történetet pedig elmesélem. A történet nem én vagyok, a történetet én csak elmesélem neked. Mint hogy a báb is, ha akarom a múltam, ha akarom a jelenem, ha akarom az árnyékom, ha akarom a barátom, ha akarom az ellenségem. Tehát az ember néha fehér, néha fekete, néha színes, mert azért van szín a színpadon, azért van egy virág is. Tehát azért ez egy színes történet, de kétségkívül azért a hidegnek és a melegnek markáns jelenléte van, a fehérnek és a feketének markáns jelenléte van. Tehát az egyszerűségnek nagyon komoly jelentése van a színpadunkon. Jóval, de most már kilapasztod verni! Most már mindenben rend van, és törvény mindenek felett! Nem szabad verni! A rend kedvéért! Oda kell figyelni kell az ember. Hát mi van, ha meghal? Abból csak a baj. Szemmel kell tartani. Úgy van, őrmester úr. Bizony. Bár én még nem vagyok őrmester. Pedig olyan őrmesternek néz ki. A szolgálat a szolgálat. Miért kell szétválasztani az embereket, amikor verekszenek? Hagyni kell őket, verjék egymást, ami csak belefér. Akkor majd kevesebbet verekszenek, meg vagy inkább emlékeznek. Na menjünk ide, de gyorsan. Vasilisza gyilkolja Nataskát. Megöli! Gyerünk! Keresztelek!
feresztenek! Emberek! Miért feresztenek? Jól lakottak mindannyian, egészségesek. Téged? Hogy hívna? Szereplőnél nincs báb, ő képviseli a megértést, részvétet, szánalmat, az újrakezdést, a reményt. Ő Luka, akit Törőcsik Mari személyesít meg. Szökevények voltak, fegyencek, de ha én nem szánom meg őket, meg is ölhettek volna. És akkor bíróság, börtön, hát az mire jó? A börtön nem tanítsa meg az embert a jóra, de az ember meg tudja, igen. Az ember meg tudja tanítani jóra az ember. Ilyen egyszerű. Az ember a Törőcsik Marira ránéz, őt hallgatja, akkor azt mondom, hogy nem is olyan bonyolult ez a világ. Tele van kacérsággal, tele van huncutsággal, tele van derűvel, tele van szeretettel és kérdőjellel. Én azért, amikor színész lettem, nekem is lehettek volna, nem is lehetett más vágyom, mint hogy olyan színésszel, színész mellett leessek én magam is, szakmám gyakorlója, mint a Törőcsik Mari. Tudod, vannak emberek, de van más is, az ember. Még bölcselkedsz is, bölcselkedsz! Azt hiszed, hogy utána akarok minden, ugye? Még hogy azt mondja, hogy vannak emberek is, van. Az ember! Van föld, amiben nem lehet vetni, de van olyan jó szántó föld, hogy bármit belevetsz, kinő. Ezt most miért mondjuk? Vetünk mondjuk téged. Ha maga az Atya Úristen kérne, légy ember! Pusztába kiáltott szó! Te az vagy, ami vagy, és az is marad. Na. Tudod, hogy az én feleségemnek a nagybátyja az rendőr? Rendőr, és hogyha én azt akarom, akkor ez a rendőr. Ha én azt akarom, akkor téged én. Ide figyelj, kis öreg. Én ma este eltakarod innen, értette? De reggelre, legkésőbb reggelre, a szabadat se érezzük én. A szabadat se! Istenem, mennyi sötét ember van a világon? Az éjjeli menedék helyett kevesebb, mint 2 óra alatt még szerintem is soha nem játszották el. Tehát azért ez egy nagyon szép költemény. Ez egy nagyon fájdalmas költemény, és egy versben minden sor, minden írásjel fontos. Én néhány sor vagyok egy versben, és az a dolgom, hogy azt a szólamot jól megszólaltassam.
egyszer is megvesz engem. Én nem tudom, hogy mit csinálok. Kulturális műsorunk második részében az első pesti gyárszínházba, a Bakelit Multi Art Centerbe látogatunk el, ahol az Amazonok ősbemutatóján vettünk részt. A különleges gyári környezetben az egykori hazai fésűsfonó és szövőgyár területén álló kulturális intézmény, a Bakelit Multi Art Center a legkülönbözőbb kortárs művészeti ágak találkozó pontja. Október végén például színház és koncert találkozásának lehettek részesei az érdeklődők. Takács Eszter énekesnő régi álma valósult meg a műfajok és a hölgyek találkozásával. Góbi Rita táncművész koreográfussal és Karafiát Orsolya költővel a Bakelitben tartották az Amazonok ősbemutatóját. Kísérleti dolog, mert igazából ugye egy csomóan azt várják, hogy ez koncert legyen, és akkor ott ezt a közvetlenséget, azt, amit én általában úgy megteremtek az emberekkel, viszont mégiscsak színház, és túl közvetlen se lehetek az emberekkel, miközben van itt egy tánc, fények vannak, van, hogy mi is sötétben vagyunk, van, hogy vers van, tehát hogy próbáljuk összerakni azt, hogy közvetlen is legyen, de azért legyen olyan, amikor meghitt legyen, vagy nem is tudom, hogy megilletődött, csendes legyen, tehát hogy nem annyira tapsos előadás, hogy most bele tapsoljanak, mert egyik dologból jön a másik. Tehát mondjuk egy zenét követ egy vers, vagy utána egy tánc, és így fordítva, és akkor ez így megy tovább. De az előadásnak a kétharmadánál van egy nagy lazítás, amikor az Orsi stand-up comedizik, és akkor már így egyre közvetlenebbé válunk. Mindenki nevében szólva elmondanám a valódi véleményemet a férfiakról kis történetek formájában. Ezek szigorúan személyes történetek, de szerintem akkor magában ez le tudja szűrni az általánosabb és igen, magasabb érvényű tanulságokat. Itt nem sok jó fog elhangzani ebben a pártörténetben, és azt figyeltem meg, hogy versekben, dalszövegekben olyan szépen szólunk a másik nemről. Persze ezt is megérdemlik, hiszen játszanak, kísérnek minket, leveszik a kabátunkat, tehát hogy azért vannak jó tulajdonságai, de számos rossz is. Zene, tánc és szöveg váltják és egészítik ki egymást az előadásban. Az Amazonok egyik kérdése, hogy miként lehet ma nőként boldogulni. A válaszokat tehát Takács Eszter, Góbi Rita, Karafiát Orsolya keresik, és persze ott vannak az urak is, három a hölgy, és a háttérben három az úr is, ők a zenészek. Már hogy ne értem én? Máshogy értem. Kell még egy mozdulat, ami rávezet. Egy mozdulat, a véletlen, a bontás. Pár lépés együtt, majd feszülsz. Egy új esély, hogy én is megtanuljam. Most nincsen félig. Csak egész lehet. Ha vicc, ha trükk, sodrodja fel nyugodtan. S ha nem, tudja, innen veszítsetek. Az orcinkán. A táguló pupillam. Amúgy egész jól el vagyok a nagyjal. Nem gyűrlem. Durván nem sodor felé. Belül jelez. Titkon, zavartan árnyal. Nekem már szenvedély.
így elhiszem? Minek beszéljem szét feleslegesen? Unott párkám, miért vártanám a kérdést? Velem jönnél a másik életembe? Milyen komoly vagy, még a tested is. Erős energiák, ín és ide. A könnyű lennem? Nézd, most tartva szól is. Aztán engedhetsz. S épp így meg. Hogy kérdez, átpörög a mozdulatba. Talán véletlen. Nincs mögötte semmi. Félek, hogy élvezem. Hogy addig vonz, míg elfelejtem, hogy tudok nevetni. Góbi Ritával abszolút működik a kémiánk, most már 3 éve dolgozunk együtt, ő a táncos, koreográfus most ebben a csapatban. Aztán Karafiát Orsolyával is, tehát ilyen teljesen egy hullámon vagyunk, így most már mondtad, hogy barátnőként is, tehát ilyen szellemileg, tehát mindketten nagy Woody Allen rajongók vagyunk, és szóval ezek a humor dolgok működnek. Úgyhogy együtt is úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó, tudunk egymással kooperálni, hát a fiúkkal meg abszolút, tehát sokféle zenésszel dolgoztam együtt életemben, de ilyen harmonikus senkivel nem volt, mint ezzel a zenekarral, akiknek a tagjai most föl is sorolom, mert fontos ezt mindig elmondani. Kisner Péter szólógitáros, Seyfert Bein basszusgitáros és Brommer Patrik dobos, ez most az én végleges felállásom. Így ki is mondtam. A nagyvilág, hát mit tükröz ez a nagyvilág rólad, mint nőről, vagy rólatok, mint nőkről, és ez hogyan nyilvánul meg ebben az előadásban? Hát ma szerintem nem könnyű férfinak se, meg nőnek se, nagyon nagy elvárások vannak mindkét fronton, mindenkitől, tehát senki nem bírja igazából utolérni magát, meg mindenhol teljesíteni azt, amit teljesítenie kell. Számtalanszor gondolkodom ezen, amióta ez az előadás ötlet kipattant a fejemből, hogy ez mindenképp az kell, hogy legyen, hogy a férfiakhoz is szólunk, tehát mindenkiben van nő és férfi lélek, és hogy tulajdonképpen ezeknek az ellentétes erőknek a valahogy harmonizálás, egyensúlyban hozása a mai világban, hogy az tényleg egy nagy feladat, meg egy nagy ajándék, ha az ember el tud jutni ahhoz, aki egyensúly az ottságig, vagy egységig, hogy ne mindig maga után fusson, vagy a saját sarkán való olyan, mert nem látja, hogy nem tud egy pillanatra sem megnyugodni, mert nem hagyja ez a felfokozott pörgés, amiben élünk. És ez az egyensúly, vagy egyensúlynak a keresése, ez konkrétan milyen formában jelenik meg az előadásban, zenében, táncban, illetve szövegként? Hát ezek ilyen időutazások, meg ilyen dimenzióváltások, amiket így próbálunk így behúzni így a nézőket, hogy utazzanak velünk, hogy így hol kibillenteni, hol egyensúlyba hozni. Nagyon érdekesen figyelek így a csillagjegyekre, hogy mind Orsi, mind Rita is szűz csillagjegyű, és ez nekem annyira jó, hogy most így én, mint így Skorpió, így két ilyen, majdnem azt mondhatnám, hogy két lábbal a földön, egyébként nem, mert ugye mind a kettő szárnyaló egyéniség, de hogy mégis egy ilyen erős két nő vesz így körül. És az egyensúly megvan szerinted bennetek nőként, emberként? Amikor csináljuk a dolgunkat, akkor igen. Például amikor zenélek, meg színpadon vagyok, akkor teljesen rendben vagyok.
És mindig az kéne, hogy vagy mindig színpadon lenni, vagy elsajátítani ezt az érzést így a hétköznapokból, és sose zökkenjek ki ebből. Van nekem is egy igaz.